Az utolsó simításokra még várni kell ugyan, de egy évvel a tervezett megnyitás előtt is 200-300 munkás dolgozik egyszerre Közép-Európa legmodernebb kórházának épületén. Pozsonyban a Borimol bevásárlóközpont mellett épül a Penta csoport legújabb zászlós hajója, a Bori Kórház. Az ütemterv szerint idén októberben adhatják ki az épület használatba vételi engedélyét, és jövő márciusban már az első beavatkozásokat is elvégezhetik benne. Az egészségügyi ellátás többi részét fokozatosan teszik elérhetővé, utolsóként a sürgősségét nyitják meg a tervek szerint jövő ősszel. A munkálatok ott jártunkkor is gőzerővel folytak, a tetőket már bevetették fűmaggal, és a kórház környékét is parkosítják. Az épületben dominálnak az üvegfelületek, elegendő természetes fényt biztosítva az orvosoknak és a betegeknek. A Bori Kórház még február elején elindította a páciensek előzetes regisztrációját. Egy hónap alatt közel 20 000-en jelezték, hogy szükség esetén itt szeretnének orvosi ellátásban részesülni, méghozzá ingyenesen. Tájainkon már egy új kórház építése is eseményszámba megy, a valódi újdonságot viszont a 400 férőhelyet biztosító betegszobák berendezése jelenti. Az egyágyas szobák inkább hasonlítanak majd szállodai szobára, mint kórházira. A falakra lemosható tapétát ragasztanak, az ablakokra tűzbiztos textilfüggönyök kerülnek, és minden szobához zuhanyzós mellékhelyiség tartozik. A betegek sötétíthető üvegajtó mögött fekhetnek. A szobákat úgy rendezik be, hogy a látogatók kényelmét is szolgálják. A 14 hatalmas műtőt a legmodernebb felszereléssel látják el, a kórházépületet pedig nem csak gépkocsival, hanem helikopterrel is megközelíthetik a betegszállítók, hiszen már elkészült az 500 négyzetméteres heliport, amelynek leszálló pályáját a ráfagyás ellen alulról fűtik. 320 orvos dolgozik majd az intézményben, az ő munkájukat 440 nővér segíti. A pozsonyi csúcskórházat a tervek szerint 2023. márciusában nyitják meg.